Köszöntöm Önöket a karácsonyi műsorunkban. Ma a Gere Lillával, a Pax TV igazgatójával beszélgetek, egyrészt az elmúlt egy évről, másrészt arról, hogy ő hogyan ünnepli a karácsonyt. De nem csak őt fogják ma hallani, hanem láthatják majd azokat a vendégeimet is, akik az elmúlt hónapokban itt jártak a stúdióban. Ők is mesélnek arról, hogy számukra mit jelent ez az ünnep. Köszöntelek Lilla a stúdióban, nagyon örülök, hogy itt vagy. Kezdjük akkor a karácsonnyal. Nektek mit jelent ez az ünnep? Köszöntöm én is a kedves nézőket, örülök, hogy itt lehetek veled együtt, ilyen másfél év távlatából. És akkor először is a karácsonyról kérdeztél engem, nagyon szeretem a karácsonyt, de egy picit előrébről kezdeném, az én ünneplésemről szeretnék beszélni. Nagyon szeretek ünnepelni, gondolom nagyon sok ember szereti ezt, de különlegesen, amikor szülinapot ünnepelünk, a családban, vagy akár itt a Pax TV-ben a kollégákkal, a születésnap egy különleges ünnep, mert az életet ünnepeljük, és ez annyira teleteszi a szívemet hálával az Isten iránt, mert az Istentől kaptuk az életünket, és ezért nagyon szeretek egy szimpla szülinapot, az én szülinapomat is ünnepelni, különösen a családét, ahogy ezt már említettem, de karácsonykor az Úr Jézus születésnapját ünnepeljük, és ő nekem minden. Az ő születésnapját ünnepelni a legnagyobb öröm a számomra, különösen családi körben. Tehát amikor karácsonykor összejövünk, akkor mi ezt tényleg így ünnepeljük, hogy az Úr Jézus megszületett, és ez egy csodálatos dolog, ami összeköt bennünket. Nagyon szeretem a családomat, nagyon szeretem ezeket a napokat. Jól lehet, nagyon sokszor borzasztóan elfáradok, de mindent megér. És össze tudtok jönni az idén, és ugye ez az év most egy kicsit különleges, nem olyan egyszerű jönni-menni, utazni. Sajnos a mi családunkban évek óta nem olyan egyszerű a karácsonyokat megszervezni, de az idei karácsony az még nehezebb, mivel a lányomék kiköltöztek Amerikába, és nem sok esély van arra, hogy hazajönnek. De azt gondolom, hogy ez sem fogja elvenni a kedvemet, hogy nagyon jól ünnepeljek, bizonyára, hogy Skype-on vagy WhatsApp-on, már Skype-ot nem is használunk, hanem inkább Messengeren vagy Zoom-on fogunk együtt ünnepelni. Lehet, hogy biztos, hogy nem fogom tudni megfogni őket, és az érintés az nagyon-nagyon hiányzik. Amúgy is egy ilyen család vagyunk, hogy szeretünk ölelgetni és puszilgatni. Ez most valószínű el fog maradni, habár még lehet, hogy lesz egy meglepetés, mert a lányom küldött egy olyan videót, ahol pont egy ilyen család, akik teljesen külön élnek, az a család egyik része Amerikába, a másik pedig azt hiszem Dániába élt, és a műsorvezető megszervezett egy ilyen nagyon-nagyon titokzatos, de egy fantasztikus találkozást így a tévé képernyője előtt. Úgyhogy visszaírtam a lányomnak, hogy lehet, hogy így lesz. Na hát akkor lehet, hogy meg fog lepni téged most karácsonykor, úgyhogy reméljük, hogy nem csak egy ilyen online karácsonyotok lesz, hanem ez is különleges lesz, mint a többi. Köszönöm, innen folytatjuk, de szeretnénk most megnézni néhány korábbi vendégemet, akik itt jártak a stúdióban az elmúlt hónapokban. Ők mit mesélnek a karácsonyról? Szinti, az a kérésem, hogy meséld el egy karácsonyi élményedet, lehet ez a legkülönlegesebb, a legrosszabb, a legjobb, valami, amire úgy érzed, hogy mindig emlékezni fogsz. Hát sok különleges karácsonyom volt, de talán ami így legjobban kiemelkedik, az az első külföldi karácsonyom. Akkor voltam Indiában először. Nem sokkal karácsony előtt érkeztünk meg, úgyhogy pont úgy jött ki, hogy az egész karácsony, sőt az újéves időszakot végig beteg voltam. Emellett volt olyan 30 fok, fenyőfa sehol, fények sehol, kívül kint mennek a hinduknak ezek a kántálásai, úgyhogy egészen más volt a körülmény. Ajándékozás se nagyon volt, úgy a kis csoportunkon belül valamit csináltunk, de annyira ott úgy megélhettem először, vagy úgy szembe ötlött, vagy úgy igazán rádöbbentem arra, amit mindig mondtak a szüleim is, de kellett ez az élmény hozzá, hogy a karácsony tényleg nem arról szól, hogy esik a hó, hogy karácsonyfa van, hogy angyalka, hogy ajándék, hogy mézes sütemény, hogy stb. Mert
ez nekünk annyira a csomag része lett, hogy nagyon nehezen tudunk tőle elvonatkoztatni, és mindig is tudtam, hogy Jézus születése a lényege ennek, de ott nem is maradt semmi más. Tehát ott nem volt ott a család, nem volt fenyőfa, nem volt hó, nem volt ajándék, még jól se voltam, még nem is ettem semmit karácsony vacsorájára, mert nem bírtam. Úgyhogy ott nagyon úgy, tényleg visszatértem úgy Jézushoz, hogy hát ez a te szülinapod, ez tényleg rólad szól, semmi másról. És tényleg azt akarom, hogy rólad szóljon, és utána már a többi karácsonyt is sokkal tudatosabban tudtam ebbe az irányba, vagy hát ezzel a gondolkozással hozzáállni, és így akár különböző nehéz körülményeken átmenni, vagy segíteni másoknak is arra rádöbbenni, hogy nagyon jók a körítések, de hogy tényleg mennyire csak Jézus marad, amikor az ember csak elmegy egy másik országba, ez így nagy élmény volt számomra. Gréta, ha azt mondom neked, hogy karácsony, akkor számodra milyen az ideális ünnep? Nagyon sokan, nagyon sok mindent csinálnak a karácsonyi időszakban, miközben elvesztik a lényeget. Én otthon mindig azt mondom, hogyha veszekedés van, akkor inkább ne is főzzetek, akkor ne legyen semmi sürgésforgás, egyszerűen nincsen másra szüksége az embernek, mint az, hogy szeressék, hogy békességben legyen, hogy egyszerűen csak bátorítsuk egymást, és tényleg a szeretet valóban ott legyen, és nem érdekel, hogy milyen ajándékot vettél, vagy fogsz átadni, és ne erről szóljon az egész. Nyilván van nyilván Jézusról szól egyébként, de kell, hogy szóljon az egész történet, és számomra nem csak ezen az egy napon, vagy kettő napon szól Jézusról, mert az egész életem róla szól, szóval nem olyan különleges ilyen szempontból a karácsony. De ha már erről beszélünk, akkor mindenképp, ha már összegyűlik a család, akkor ne arra koncentráljunk, hogy minden helyén legyen tökéletes körülmények, hanem az, hogy hogyan szólok a másikhoz, hogyan nyilvánulunk meg egymás felé, és ez mindennél sokkal többet ér, azt gondolom, mint hogy veszekszünk, és oké, átadtuk az ajándékot, de a következő pillanatban már haragszunk egymásra. Szóval a szeretet, az tényleg legyen szeretet. Ez az ünnep, erről szóljon. Anna, ti 9 gyereket neveltetek föl, gondolom nálatok a karácsony is különleges volt, hogy ünnepeltetek? Igen, minden évben szinte másképp történtek a karácsonyok. Nekem nagyon emlékezetesek azok az évek, amikor már így a gyerekeink nagyobbak voltak, és így az adventi időszak, a karácsony előtti időszak az arról szólt, hogy szinte mindig a legutolsó adventkor ez volt a kérésük, hogy kint karácsonyozzunk a hidegbe, a legcsúnyább dzsekibe, forralt bor mellett, amikor már mondom, akkorák voltak, meg grillezzünk, és akkor ott ilyen kötetlen beszélgetés legyen, tehát hogy ez szülőknek, gyerekeknek nagyon jó volt, és jó pár évig ezt így csináltuk. Tehát ez igazából így az adventről szól. Aztán karácsonykor az volt a legemlékezetesebb számomra, amikor már hát az élet problémái, zajai, nehézségei is ott voltak az életünkben, és így kijöttek elég komolyan talán, és akkor így a férjemre az nehezedett rá, hogy hát ezekről is beszéljünk, és próbáljuk megoldani, ezekről legyen szó karácsonykor, mivel hát tudjuk, hogy ez minek az ünnepe, és ebben éltük, és ezt a gyerekeink is tudták, és képzeld el, hogy nem a Szent Család történetét olvasta fel, meg arról beszélgettünk, hogy Jézus Krisztus hogy született, miért, stb., hanem arról, hogy a mi családunkban azok a problémák, amiket esetleg mi szülők nem jól tettünk a gyerekeink felé, hogy bocsássanak meg. És ez nagyon kellemes és szép élmény volt, és tényleg gyakoroltuk ezt ezután is, hogy nem csak karácsonykor, hanem máskor is rendezzük egymás felé így az életünket, a szeretetünket. Süditi, hogy ünnepeltétek meg a karácsonyt? Mivel, hogy én 20 évesen tértem meg, előtte években nálunk egész másról szólt a karácsony, ugye a világi életbe. Nem igazán arról szól, amiről szólnia kéne. Úgyhogy én 20 évesen nagy terveim voltak, és én tökéletes karácsonyokat akartam, és mindent be is vetettem ezért.
Úgyhogy már két kicsi gyerekünk volt, 24 körül lehettem, és mikor már túl voltunk a kajáláson, gyönyörű fa állt, az ajándékok már helyén, a gyerekek bontogatták, elkezdtek játszani. Olyan fáradtság jött rám, hogy egyszerűen bealudtam, se kép, se hangot, úgyhogy átaludtam a tökéletes karácsonyt, de ez úgy bennem maradt egy ilyen mozzanatra, és megtanultam sok év után, hogy ne törekedjek tökéletes karácsonyra, mert az nem lesz, mert valahogy a szeretet ünnepén csúcsosodik ki a sok feszültség, meg esetleg nagyon igyekezünk, nagyon meg akarunk felelni, akkor már háziasszonyok sem türelmesek, és nálunk azért 4 fiú volt, úgyhogy ezt elengedtem. Úgyhogy azóta már azért sokkal békességesebb, meg szeretetteljesebb, meg nyugalmasabbak a karácsonyok. Mi így jutottunk el 60-valány évesen erre a szintre. Lanka, egy nagy családban nőttél fel. Neked mit jelent a karácsony? Hát nagyon sok kaját. Nagyon sok finom kaját, és nagyon sok szezonális kaját, amit máskor nem eszünk, mint például az aranygaluska, úgyhogy ezt így elmondhatom, hogy én nagyon boldog vagyok karácsonykor. Aztán nyilván egy fogyókúrát is jelent, de arról már nem beszélünk, de amúgy komolyra véve a szót, én nagyon várom mindig a karácsonyt, és már novemberben, már karácsonyi hangulatban vagyok, egészen februárig, és egy olyan szeretetteljes időszak ez nekem, hogy ha kell, ha nem, én mindig mindenkit szeretek ilyenkor, és nagyon nagy a boldogság tulajdonképpen így a szívemben ilyenkor. Lenyugszom egy kicsit, nagyon sokat családozunk azért, mind a szűk, mind a teljes nagy Bojki családdal is, meg nyilván a másik rokoni ágon is együtt vagyunk, és nagyon sok időt töltünk együtt, kiértékeljük az évet röviden, hogy mik történtek velünk, úgyhogy egy nagyon békés és szeretetteljes időszak ez nekem. Andi, kérlek, mesélj egy kicsit arról, hogy te miért szereted a karácsonyt, hogy ünnepeltek a családban? Nagyon szeretem a karácsonyt. Kicsi korom óta mindig egy különleges ünnep volt, a kis harangnak a hangját meghallva, azok a gyerekkori izgalmak, és ezt fokozatosan vittük át a későbbi életünkben is, amikor már férjhez mentem, gyerekek megszülettek, akkor is még amik kicsik voltak, mindig ez a kis karácsonyi csengő hangok voltak azok, amik azóta is a fülemben ott vannak. Édesanyámékkal nagyon szoros kapcsolatban voltunk és vagyunk is a mai napig. Nem volt olyan karácsony, amit ne töltöttünk volna együtt. Sütöttünk, főztünk, örültünk egymásnak, meg annak, hogy a gyerekek az ajándékaiknak hogy örülnek, és látni azt a boldogságot a kis arcukon. Talán a legszebb karácsonyi ajándékom az, amikor 6 évvel ezelőtt karácsonykor egy nagyon kis pici ajándékot, egy kis lapos kis csomagocskát kaptam, és amikor ezt kibontottuk, vagy ezt közösen kaptuk a férjemmel együtt, és amikor ezt kibontottuk, akkor abban egy kis hűtőmágnes volt, és azon belül egy ajándék, illetve egy hűtőmágásra fölírt, hogy gratulálunk nagyszülők. És ebből tudtuk meg, hogy az első unokánk úton van, úgyhogy ez egy hatalmas, hatalmas öröm volt, és alig vártam, hogy ezt világá kürtölhessem, ezt a nagy-nagy boldogságot. Úgyhogy a karácsony az mindig egy olyan szép és meghitt ünnep, amit a sok feladat és a hozzátartozó szervezési és egyéb nehézségek ellenére sem hagynék ki, és mindig szeretném, hogy ilyen karácsonyokban legyen részem. Meséltél arról, Illa, hogy ünnepeltek a családdal, vagy mire készültök most karácsonykor. Mi az, ami miatt neked még fontos az évnek ez az időszaka? Nagyon együtt érzek azokkal, akik nem szeretnek karácsonykor ünnepelni. Elég sok ember, család, csonka család inkább van a környezetemben, akik nem igazán várják a karácsonyt.
És ilyenkor mindig a szívem megszakad, mert ugye nekem nagyon kedves ünnep a karácsony, és mindig azt mondom a férjemnek, meg a családomnak is, hogy mindenkit meghívnék, akinek nem kedves ünnep a karácsony, hogy én kedvessé tegyem az ő számukra is, főzök nekik, mindent csinálok, csak jöjjenek, és érezzük jól magunkat, mert ez a legnagyobb ünnep, különösen nekünk keresztényeknek, hogy az Úr Jézus születésnapját ünnepelhetjük, aki megváltott bennünket, aki nem maradt kicsi baba, hanem egy szerető mennyei atya lett, és ezt szeretném azoknak az embereknek elmondani, és nem csak szóval elmondani, mert ez a lényeg nekem a karácsonyban, hogy meghívom magamhoz, vagy gyülibe csinálunk valami nagyon kedves kis összejövetelt, amivel fel tudom melegíteni a szívüket, amivel tényleg boldoggá tudom tenni azt az egyestét, vagy ezeket az ünnepeket. Igen, azt gondolom én is, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos része ennek az időszaknak, a karácsonynak, hogy megmutassuk a szeretetünket kézzelfogható módon azoknak is, akiknek egyébként ebből kevesebb jut. Hát nagyon köszönöm, hogy elmondtad a karácsonyi gondolataidat, és van még néhány vendégünk, akik szintén szeretnének csatlakozni hozzánk, nézzük meg most őket. Sára, kérlek, mesélj egy kicsit arról, hogy nálatok a menedékházban hogy telik a karácsony. Sajátos módon bonyolítjuk a karácsonyt. Én azt gondolom, hogy mindenkinek a karácsony az egy csodálatos ünnep, de mindenki tele van sérelemmel, fájdalommal. Főleg ezek az emberek, akik itt élnek a menedékházba. És én eldöntöttem, hogy nem fogom megengedni, hogy ilyen siratós, ilyen búbánat, és akkor fölemlegetik a lakók a negatív élményeiket, már előre készülünk a ünnepekre, bevásároljuk azokat az alapanyagokat, amivel azt a 2 vagy 3 napot meglegyen az a minden igényt ki legyen elégítve. És az a teóriánk, hogy részt kell nekik venni. Együtt készítsük el a vacsorát, együtt készítsük az ebédet. Több alkalommal volt, hogy disznóvágás, ez egy ilyen kuriózum. Ma már nem tudom, de lehetséges, hogy most ez a karácsonykor ezt be fogjuk iktatni. Ennek van egy csodálatos megtapasztalás, amikor visszagondolnak a gyerekkorukra, mert nagyon sok a vidéki ember, nem mindenki Pesten élt, nem mindenkinek volt meg az a lehetőség, hogy készen kapták az ételt, hanem saját maguknak az elkészítés. Ennek ez egy öröm, mert egészen más egy ünnepi asztalhoz odaülni, és elfogyasztani az ételt, vagy együtt készítettük. Idejük se nincs arra, hogy a múltba keseregjenek, hanem vidám kis dalok mennek, vidám kis sztorik, és közösen, mikor elkészítettük, akkor kitakarítunk, megterítünk, mindenkinek van valami feladata. És ezáltal elvonjuk a figyelmet a régi rossz dolgokról, és társas van, amikor lezajlott a vacsora, akkor ilyen olyan programokat szoktunk összehozni, hogy társas, karaoke, azt hiszem, nem tudom, hogy ilyen kedves kis dolgokkal szeretnénk, szoktuk még az esnek a színvonalát emelni. Úgyhogy este 11 órára, vagy éjfélre úgy elfáradnak, hogy örülnek, hogyha ágyba bújhatnak. Mert kiszoktuk a melegedőt, azt a legnagyobb helyiséget, kiürítjük. És azt mire visszapakolunk, elrendezzük, az ételeket elrakjuk, senkinek nincs kedve se inni, se semmi, örülnek, hogyha ágyba bújnak. És akkor a következő nap újból folytatjuk ezt a együttlétet. Úgyhogy nálunk a karácsony egy igazi családi ünnep. Ahogy vannak egy kis összezördülések, összeszólalkozások, de fél órán belül van egy ilyen, hogy na, 5 percig ne szóljál hozzám, 5 percig haragba vagyunk, de már a 6. percben már minden úgy történik, ahogy történnie kell. Én nekem azt gondolom, hogy életemben talán a legboldogabb időszakot élem meg a karácsonykor. A régi családommal élnék együtt.
ez többi embereknek is ugyanezek a, ezek az érzések vannak, és örömmel jönnek hozzánk. Most már bevonjuk azokat a szegény családokat is, akiknek nincs olyan körülmény, akkor nálunk szoktak karácsonyozni. Ez már a második karácsony, most lesz a harmadik karácsony, amikor gyerekekkel együtt. Igazi buli van. René, a számodra miért különleges ünnep a karácsony? Két apró dolog jutott eszembe, vagy hát nem is olyan apró. Az egyik, hogy a karácsony számomra lelki születésnap is, mivel gyerekkoromban egy karácsony alkalmával adtam át az életemet Istennek, és bántam meg a bűneimet, és fordultam hozzá avval, hogy legyen ő az életem ura. A másik dolog pedig, hogy a családomban is különleges a karácsony minden évben más miatt, de több éven keresztül az volt egy ilyen állandóság, hogy az öcsémmel együtt mindig írtunk saját magunknak igazából egy kis színdarabot, amit bárhány szereplőt is írtunk bele, mindig csak mi ketten adtunk elő, és ezért mindig átöltöztünk a 10 szereplős kis színdarabhoz is, és a szüleinknek, meg a nagyszüleinknek mutattuk be, és kész díszletet építettünk a nagyszobában, és ez nekem nagyon sokat jelentett, nagyon nagy élmény volt vele mindig így karácsonykor így már előre leülni, hogy akkor most milyen színdarabot írunk idén, és mit fogunk előadni, és így erre készülni, hogy akkor a szövegünket, hogy tudjuk, és ez nagyon-nagyon különleges volt, és azóta is őrizzük ezeket a kis kéziratokat, amiket még gyerekkorunkban írtunk. Niki, mi volt számodra a legemlékezetesebb karácsony? Hogyha visszagondolok így az emlékeimben, akkor 2016. december 24-e szenteste volt ez a nap, amikor a két fiunkkal, férjemmel együtt, a Bibliával a kezünkben elkezdtünk imádkozni. És mindenki elmondta egyen-egyenként, hogy mi az, amit szeretne kérni Istentől. És amikor a középső gyermekünk, Szabolcs, hangosan kimondta, hogy ő neki az a kívánsága, hogy születhessen egy kis húga, akkor így összeszorult a szívem, és én is kimondtam, hogy ámen. Mindezt úgy, hogy mögöttünk volt már legalább 5 év próbálkozás, hogy megfogadjon egy harmadik gyermek, mindezt úgy, hogy elveszítettünk egy babát az úton, nem születhetett meg, és mindezt úgy, hogy egy krónikus betegség miatt évek óta van egy betegségem, amire szedek gyógyszert, és emiatt azt mondták az orvosok, hogy tegyünk erről le. És mindezt úgy, hogy végigmentünk egy 3 éves örökbefogadási procedúrán is, és nem sikerült örökbefogadnunk, egy kislányt szerettünk volna, mert mindenről már lemondtunk. És 2017. szeptember 6-án megszületett Abigail. Úgyhogy igazából Isten meghallgatta Szabinak a kívánságát, és ez egy hatalmas nagy ajándék számunkra. Úgyhogy a terhességem alatt végig ott volt a 127-es Zsoltár előttem, hogy Isten az anyami gyümölcse, Isten ajándéka tulajdonképpen, igazi karácsonyi ajándék lett nekünk Abigail, és ezért volt ez a legkülönlegesebb karácsonyunk. Melinda, te miért szereted a karácsonyt? Neked mik a legkedvesebb élményeid ezzel kapcsolatban? Nekem a legkedvesebb, hogy így a család összejön, így karácsonykor elég nagy családunk van, úgyhogy egy nagy asztalnál összeülünk, és sok villacsörgés és kanálcsörgés közepette így megünnepeljük Jézus születésnapját, illetve nekem gyermekként így a dekorálás volt így nagyon kedves, meg a mai napig bevallom őszintén, hogy én nagyon szeretem a karácsonyi dekorációt, és már most hétvégén tervezem is a lakást így feldíszíteni. És így az ünnepnek a hangulata az, hogy így a család és a szeretet, én nagyon szeretem, hogy összejövünk így az ország
pontjairól, és megünnepeljük együtt ezt a csodálatos ünnepet. Anna, 5 gyerekes család vagytok, bár tudom, hogy most már nagyok a gyerekek, de mégis hogy zajlik nálatok a karácsony? Hát mi, mikor összeházasodtunk a Gyurival, akkor eldöntöttük, hogy a karácsony mindig a szeretet körül fog zajlani. Tehát a szeretet lesz a középpont. Ezért ő karácsonykor mindig óriási nagy akciókba kezdett, bement kórházakba, ajándékokat osztogatott az ott maradt embereknek, ugye, akik nem tudtak családokhoz hazamenni, vagy utcán olyan embereknek, akik látszott, hogy ugye szegények, vagy hajléktalanok, tehát mindig volt valami olyan akció a karácsonykor, amit így beszervezett. És hát a karácsony esti családi találkozónk is mindig ennek a üzenetnek az alapján zajlott, vagyis aki egyedülálló, és nem tud, ne otthon rostokoljon egymaga, az jöjjön el hozzánk, hiszen úgyis mi egy nagy család vagyunk, 5 gyerek, nagyszülők, hát akkor elfér egy-két ember még az asztalnál, tehát ez nem, ne legyen probléma, úgyhogy ezért mindig meghívtunk valakit, aki karácsonykor otthon lett volna. Ez a gyerekeknek egyáltalán nem volt probléma, vagy mert megszokták. És hát az egyik karácsony jutott eszembe, amikor az én nagyfiam az egyetemista volt, és ő zenész, és valahol zenéltek karácsony napján, és mikor jött haza délután, olyan 4 óra felé, egyszer csak megjelent egy nagyfiúval, és mondta, hogy hát én most őt meghívtam karácsonyi vacsorára. Csodálkoztam, mondom, ki ő? Hát kiderült, egy amerikai fiú volt, aki itt rekedt Magyarországon, és teljesen egymaga volt, nem is ismert senkit, és hát úgy ő régebben találkozott vele, valami zenei kapcsolatuk volt, és összefutott vele karácsony napján, és akkor hát mondta, akkor te nem maradhatsz egyedül karácsonykor, el kell hozzánk jönnöd. Úgyhogy így egy ilyen hirtelen nemzetközi karácsonyunk lett, el kellett kezdeni a karácsonyi üzenetet angolra fordítani, mert ugye a Gyuri mindig egy ilyen karácsonyi üzenetet mond, és közösen imádkozunk, és olyan csodálatos így ez karácsonyi együttlét, és hát ebben ő belecsöppent hirtelen. Nagyon különleges volt, aranyos volt, mert azt mondta az egésznek a végén, hogy a végén azt hittem, hogy most bejön a Mikulás. És akkor jöttem rá, hogy hát ez amerikai gondolkodás, ugye, hogy Mikulás és karácsony. Műsor elején említetted, Lilla, hogy körülbelül másfél éve beszélgettünk így ebben a műsorban utoljára. Az akkor volt, amikor nem sokkal előtte a Pax TV igazgatója lettél. Hát azóta eltelt most már kb. Másfél év, úgyhogy most, hogy így beszélgetünk ugyan a karácsonyról alapvetően, de hát mégiscsak egy évvégi időszakban vagyunk, úgyhogy szeretném megragadni a lehetőséget, hogy megkérdezzem tőled, mi történt ebben az elmúlt egy évben a Pax TV-ben. Egy évvel ezelőtt volt a Pax TV-nek a 18. születésnapja, és az nagyon emlékezetes ünnep volt a számunkra. Talán onnan datálom igazából azt, hogy valamit is próbáltam itt ténykedni a tévében, tehát egy szűk egy év, ami igazán komoly munkával telt itt nekem. Nagyon kemény év volt ez, mindenki tudja, nagyon sok minden miatt, de ami nagyon-nagyon jó volt benne, az, hogy az Isten megsegített bennünket abban, hogy olyan kapcsolatok jöttek létre, ami azelőtt nekem nem volt az életemben. Tehát aki látta, hogy én ide kerültem, és tudta azt, hogy miért és hogyan, egyszerűen csak elkezdtek jönni az emberek, és mondták, hogy miben tudnak segíteni, és ez fantasztikus, és ez tényleg az Istentől van. Tehát ez a legnagyobb dolog, ami történt az elmúlt évben, hogy nagyon sok embertől kaptam meg ezt a bátorítást, azt, hogy örülnek velem, és itt igazából szeretném megköszönni azoknak, akik ezt elmondták, akik leírták, mert ez óriási bátorítás volt a számunkra, és igen, voltak nehéz időszakok, és igen, most is vannak nehéz időszakok, hónapról hónapra megvívni az anyagi nélkülözéseket, de ugyanakkor a csodákat is, hogy hónapról hónapra az Isten megsegít.
és mindenről gondoskodik. És igen, izgulok néha, azt gondolom, hogy ez egy természetes dolog, de nem engedem fölöttébb az izgulást, mert egyszerűen bizalom van a szívemben. Nem én kerestem magamnak ezt az egészet, hanem egyszerűen az Isten kegyelme, és nagyon hiszem azt, és remélem azt, hogy tényleg magyar népnek a hasznára és a felüdülésére szolgál ez a keresztény csatorna. Hát ezzel nagyon egyetértek, és én is azt gondolom, hogy egy nagyon fontos feladatot, szerepet tölt be a tévé a magyar palettán, és reméljük, hogy egyre több emberhez el fog jutni. Egyébként mik a vágyaid, a terveid a jövő évre? Szóval mi az, ami még nem valósult meg mondjuk ebben az évben, de szeretnéd, hogyha jövő évben ezek is megtörténnének? Egy nagyobb stúdió. Nagyon kicsi a stúdiónk. Sok technikai felszerelésre még szükségünk van, sok munkatársra szükségünk van, úgyhogy ezért imádkozunk, és hogy ez a csapat, aki itt dolgozik, igazán Jézus Krisztusért tudjon dolgozni. És a személyes életedben ott mi az, amit vársz, vagy amiért imádkozol leginkább a következő évben? Hogy a lányom még hazajöjjenek Magyarországra. Ennyi. Ez a legfontosabb most nekem, és az unokáim természetesen, mert ez az egész család. Wow. Mekkorák az unokák? 11 és 9. És milyen gyakran látod őket? Hát most egy éve láttam már őket, úgyhogy ez elég kemény volt így, igen. És nem elégszel meg az online találkozásokkal? Nem. Egy nagymama is többet szeretne. Igen. Hát akkor nagyon sok sikert kívánok neked a személyes életedben is a következő évre. Kívánom, hogy nagyon sokat találkozhass az unokákkal, és bízom abban, és hiszek abban, hogy a Pax TV is meg fogja futni azt a pályát, amit Isten elkészített a számára, a számunkra, a közös jövőnket, és hogy nagy áldás lesz ez nagyon sok ember. Köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Önöknek is köszönöm, hogy velünk tartottak a karácsonyi műsorunkban. Nagyon szép ünnepeket, sok-sok örömet kívánok mindannyiuknak. Viszontlátásra!